Szőcs Kálmánné munkája során több szakkört vezetett, köztük a BÁB szakkört, amely országos hírnévre tett szert. A civil gálán adták át a civil díjakat, amelyeket a dombóvári civil szervezetek szavazatai alapján kapott meg idén két személy, illetve egy egyesület. A gálát rendhagyó módon a civilek napjához kötődően tartották február 2-án. Boldogné Pethes Janka, a civil tanács elnöke köszöntötte az ünneplő közönséget, továbbá a beszédet mondott Tóth Zoltán, civil tanácsnok. A gálán részt vett Pintér Szilárd, a város polgármestere. A polgármester megköszönte a civilek munkáját, örömét fejezte ki az iránt, mi aktívak és tevékenyek a helyi egyesületek, ezzel elősegítve az önkormányzat munkáját, megkönnyítve a polgárok mindennapjait. 6. éve vagyok a civil tanácsnak az elnöke Dombóváron. Ez azt is jelenti, hogy ebbe az évben lejár a mandátumunk, nem csak az enyém, hanem a civil tanácsi is. Április folyamán ki fogjuk írni a választásokat, és a következő év, illetve ez a 2020-as éve, az pedig már az új civil tanácsnak lesz a működése, és ő fogja meghatározni innentől kezdve az elkövetkező 3 év feladatait, munkáját. Dombóvár város és a civilek között mindig is egy élő, jól működő kapcsolat volt, hiszen a civilek a civil fórum, illetve a civil tanácson keresztül napi kapcsolatban vannak az önkormányzattal. Ez az ünnepség, ez a civil gála is már több mint 20 éves múltra tekint vissza. Azt hiszem az idei nagyon jól sikerült, legalábbis a tapsból és a mosolyokból ítélve. Reményeim szerint ez a kapcsolat, ez a közös munka, ez a jövőben is így marad. Mi legalábbis az önkormányzat részéről erről mindent, ezért mindent meg fogunk tenni. A Fiatal Tehetségek műsorát követően Boldogné Pethes Janka, Pintér Szilárd és Tóth Zoltán adták át a civil díjakat. Az egyéni elismeréseket Szőcs Kálmánné, Irénke néni és Máté József érdemelték ki. Irénke néni immár 8 éve tagja a Szív klubnak, de 48 éves tanítói pályafutása során meg annyian ismerhették meg az ő munkásságát. Én kaptam, de nagyon sokan azért a főorvosnőnek besegítünk minden, mert hát ő se bírná egyedül, és én meg, mint tanár, hát az egész életemhez, mindenhez hozzátartozik, és azért mondtam azt az utolsó mondatot, én úgy gondolom, hogyha valaki valahol van, és munka van, azt el kell látni, és meg kell csinálni. Máté József 1980 óta tagja az akkoriban még Kertbarát körnéven induló, a mai Kertbarát Egyesületnek. Titkárként a 7. egyesületi elnököt segíti, időnként pedig gyűri. Nem gondoltam volna, hogy ennyi idő után egyszer esetleg rám is gondol valaki. Meglepődtem, nagyon meglepődtem, és lehet azt mondani, talán őszintén belső érzéseim szerint, talán el sem hittem. Ez olyan dolog, hogy ahogy említettem fönt a színpadon is, hogy egyedül megnyerni egy díjat nem lehet ilyen szempontból. És ez a díj nem csak az enyémé, ahogy mondtam is, akik én nekem segítettek, akik én mellettem voltak, helytáltak, én is ezután is azt fogom csinálni, hogy mindenben őket segítem, és őnekik kell ugyanúgy mondanom azt, hogy köszönöm mind a közösségnek és a közönségnek. Az egyesületeknek járó díjra a Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület bizonyult méltónak. Kiemelkedő munkájukat nem csak polgár és katasztrófa védelmi területen végzik, hanem preventív előadásokat szerveznek, hajléktalan gondozással, eltűnt személyek felkutatásával, árvíz-belvízvédelmi munkákkal és meg annyi más hiánypótló tevékenységet folytatnak. A díjat az egyesület elnöke, Hosszú Sándor Gergely vette át, aki megköszönte a város önkormányzatának, a helyi rendőrségnek és mecénásaiknak a támogatást, nélkülük ők sem kaphatták volna meg az elismerő díjat. A mentőegyesületünk számára ez egy igen rangos elismerés, hogy ilyen fiatalon, kvázi 10 évesen vehetjük át ezt az elismerő díjat. Természetesen támogatók nélkül nem tudnánk
ilyen professzionálisan végezni a munkánkat. Ezúton szeretném megköszönni Dombóvár város önkormányzatának, Dombóvár város rendőrkapitányságának, az Egyesített Szociális Intézmény dolgozóinak. A gála színvonalát a Benő Barna Zsolt vezette, Nyárád Szeredai Bekecs Néptárs Színház emelte. 2014-ben ők voltak az egyetlen csapat Erdélyből a Fölszállott a Páva című tehetségkutató verseny élőadásában, sőt döntősként átvehették a legjobb határon túli előadónak járó különdíjat. Megnövekedett népszerűségüket a műsornak és rendkívül tehetségüknek köszönhetik. Műsoruk alatt a tehetségkutató műsorból megismert kolozsvári tokos zenekar húzta a talpalávalót.